nagyon kirobbanó formában volt. Egyszerűen elég lehetett visszatartani az edzésen. Még teljesen el vagyok olvadva. A rögbit sokan ismerik, Magyarországon is egyre népszerűbb sport. Mindenki azt gondolja róla, hogy ezt csak a férfiaknak találták ki, mert hogy annyira nagyon durva. Kíváncsiak voltunk erre mi is, hogy mennyire durva az a durva, úgyhogy elhoztunk egy ilyen kis törékeny vaságyastól 50 kilós leányzót, Nyéki Noémi Nayját. Akivel kiderítjük, hogy milyen is ez a sportág. Hajrá! Ez a férfias sportág Angliából származik, egyébként Magyarországon közel 40 éve játsszák, talán meglepő. Budapest! Az a lényeg, hogy testtel kell végigvinni a pályán a labdát, és le kell tenni az ellenfél célvonal előtt. Ted, nagyon vicces, Nico, make a jump and Miles, can you lift? Egyébként nők is játsszák, mint ahogy lehetett látni. Noémi is igen gyorsan aklimatizálódott. Noémi, most az lesz, hogy dobom a labdát, és ide a labdát figyeld, és próbáld meg elkapni, jó? Odaérsz, vállal ütközöl, lehatod a labdát, és megfogod, és eltolhat. Hogy szerepelt Noémi? Állta a sarat? Tökéletes állt a sarat. Noémi kirobbanó formában volt. Egyszerűen elég lehetett visszatartani az edzésen. Hát ez a legdurvább feladat. Itt kell tartanom a labdát, aztán pedig ütközésen is úgy néz ki, hogy elfogunk esni. Nem roppantottak össze? Nem roppantottak össze, vigyáztak nagyon rám, de tényleg éreztem azt, hogy ez nem semmi. Tehát olyan energiák mozogtak, hogy hihetetlen. Elmenne a női csapatba? Mindenféleképpen, hogyha van kedve, akkor itt edzünk lent minden hétfőn és csütörtökön, itt is szeretettel várjuk a férfi csapatban. Hamarosan elkezdődik a bajnokság, Noémi edzése már véget ért, úgyhogy a fiúk elmentek edzeni, most már nyugodtan beszélhetünk róluk és kibeszélhetjük őket. Mennyire tetszettek? Őszinte leszek, nagyon-nagyon helyesek és igazán férfiasak, pont amilyen az én esetem, de hát ugye én már férjhez mentem, úgyhogy engem már annyira nem érint a téma. Tényleg? És mikor volt az esküvő? Múlt hónapban volt, 7-én. 2,5 éve voltunk együtt. És most úgy éreztük, hogy elérkezett ez a pillanat, úgyhogy pontot kell rátenni. Jó messze vannak a fiúk, kicsit csajoskodhatunk. Hogy tetszik a mezük? Pont a két kedvenc színem van rajtuk, úgyhogy igazán elnyertetek.